Az Ukrajna energiarendszerében keletkezett súlyos károk miatt az áramtakarékosság kiemelt feladat lesz az egész fűtési szezonban. Az energiarendszer az orosz támadások következtében sérült, ezek helyreállítása pedig időbe telik, hangsúlyozta Volodymyr Kudricki. Az Ukrainerho állami energiaszolgáltató vállalat elnök vezérigazgatója hozzátette, hogy Ukrajna jelenleg 500 megawatt importenergia befogadását végzi, emellett folynak a tárgyalások a kapacitás Növeléséről. A fogyasztói áramkimaradások ütemtervével kapcsolatban az Ukrán Erho vezetője arról számolt be, hogy az újabb bombázások miatt négy óránál hosszabb ideig tartó vízlekapcsolások is lehetségesek. Egy héttel ezelőtt Volodymyr Kudricki még arról számolt be, hogy az ország energiarendszere továbbra is stabil, nem kell tartani hetekig tartó áramkimaradásoktól.